Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban olyan szólásokat és közmondásokat mutatok neked, amelyekkel felturbózhatod a szókincsedet. Nos, mielőtt belevágunk, csak gyorsan szeretnélek emlékeztetni, hogy egészen a válság végéig él az 50%-os kedvezmény az online termékeimre, ezeknek a részleteit lent találod. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát angol szólások és közmondások. Teljesen mindegy, hogy mióta tanulod az angol nyelvet, az első néhány mondatod után valószínűleg ki fog derülni, hogy te nem vagy native speaker, azaz nem az angol az anyanyelved. De van néhány olyan angol nyelvű szólás és közmondás, amellyel akár kezdőként, akár haladóként megfűszerezheted a mondani valódat. Én azt vettem észre, hogy a magyar nyelvtanulók általában félnek használni ezeket az angol mondásokat, talán azért, mert nincsenek teljesen tisztában a szólások jelentésével, tehát nem tudják, hogy pontosan mikor, milyen szövegkörnyezetben használják ezeket. Pedig el kell, hogy áruljam neked, hogy ezek adják a nyelv igazi savaborsát. Úgyhogy viszont, ha te akár kezdőként is rendszeresen használod ezeket a szólásokat és közmondásokat, akkor sokkal autentikusabban beszélheted az angolt, és sokkal jobb eredményeket érhetsz el mondjuk egy szóbeli angol nyelvvizsgán, vagy egy angol nyelvű állásinterjún. Úgyhogy én eldöntöttem, hogy egy 4 részes videósorozat keretében bemutatom a legizgalmasabb angol nyelvű szólásokat és közmondásokat. Ez a videó ennek a sorozatnak az első része. A szólásokat természetesen megtalálod a videó leírásában, és egy-egy angol példamondatot mutatni szerették neked, hogy kontextusban, az a szövegkörnyezetben lásd ezeknek a szólásoknak és a közmondásoknak a jelentését és az ideális használatát. Úgyhogy vágjunk is bele. Az első szólás hit the book, vagyis nekiáll a tanulásnak. És akkor nézzük a példamondatot. Sorry, but I can't watch the film with you tonight. I have to hit the book. I have a huge exam next week. Sajnálom, nem nézhetem veled este a filmet, neki kell állnom a tanulásnak, mert egy komoly vizsgám lesz a jövő héten. Második számú mondás. Hit the sack, vagyis húzza a lóbört. It's time for me to hit the sack. I'm so tired. Itt az idő, hogy húzzam a lóbört, hogy elmenjek aludni, hullafáradt vagyok. Harmadik számú mondás, sit tight, tehát kezd a két szó, maradj a fenekeden, vagyis várj türelmesen, és ne csinálj semmit. Do you have any idea when the exam results are going to come out? No, you are just going to have to sit tight and wait. Van valami ötleted arról, hogy a vizsga eredmények mikor fognak kijönni? Nem, egyszerűen maradj a fenekeden, és várj türelmesen. Negyedik számú mondás, face the music, vagyis nézz szembe a tényekkel. I can't understand why I failed. You are going to have to face the music and take the class again next semester. Egyszerűen nem értem, hogy miért húztak meg a vizsgám. Szembe kell nézed a tényekkel, és újra fel kell venned ezt a modult a következő szemeszterben. Ötödik számú mondás, blow off steam, vagyis kiengedni a gőzt. És nézzük a példamondatot. John went for a run to blow off steam. John elment futni, hogy kiengedje a gőzt. Hatodik mondás, up in the air. Up in the air, vagyis függőben van valami. Have you set a date for the meeting yet? Not exactly. Things are up in the air. Találtatok már időpontot a meetingre? Nem pontosan, a dolgok még változhatnak, még függőben vannak. Hetedik számú mondás, get over something, vagyis túl van rajta, túl lenni valamin. How's Jack? Has he gotten over the death of his dog yet? Hogy van Jack? Túljutott már a kutyája halálán? Nyolcadik mondás, born with a silver spoon in his mouth, vagyis ezüst kanállal a szájában született. John was born with a silver spoon in his mouth. His parents sent him to the best private schools.
John ezüstkanállal a szájából született. A szülei a legjobb magániskolába járatták. 9. számú mondás. To go from rags to riches, vagyis magyarul felvitte az Isten a dolgát. Jim Carrey went from rags to riches. At one time he was living in a van, but eventually became one of the highest paid comedians in the world. Jim Carreynek felvitte az Isten a dolgát. Volt idő, amikor a furgonában lakott, de végül a világ egyik legjobban fizetett humoristája lett. És akkor nézzük az utolsót a mai napon. Pay an arm and a leg for something, vagyis rámegy inge gatyája. Insurance costs an arm and a leg now, vagyis a biztosításra manapság rámegy az ember inge és gatyája. Most remélem, hogy élvezted és hasznosnak találtad ezeket a szólásokat és mondásokat. Innen fogjuk folytatni a jövő héten. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!